Ebben a videóban azt nézzük meg, hogy hogyan kezeljük a stresszt, hogyan szabaduljunk meg a stressztől, a szorongástól, a feszültségtől, az idegességtől és a pániktól. Szeretettel köszöntök mindenkit! Mielőtt rátérnék a stressz fizikai oldalról történő megoldására, arra többek között, hogy milyen vitaminok, ásványok és makrotápanyagok iránt nő meg az igény stressz alatt, és mit érdemes pótolni, szedni, enni. Először nézzük meg azt, hogy pontosan mi is váltja ki a stresszt mentális és lelki oldalról, és hogyan tudjuk megoldani a gondolkodásunk átalakításával. A stresszes emberek többsége nem igazán érti, hogy miért stresszes, miért szorong, miért aggódik, miért idegeskedik, vagy miért pánikol, de ha sikerül megértenie, rövid időn belül meg lehet szüntetni ezeket az állapotokat, csupán hát egyszerűen a hozzáállásunk megváltoztatásával. Stresszelni nem érdemes, mert a stresszel gyengítjük ugye az immunrendszerünket, és akár aktiválhatunk olyan vírusokat is a szervezetünkben, amelyek korábban remisszióba kerültek, tehát inaktívak. A stressz először is alapjában szorongás, amikor is feszültek és idegesek vagyunk, mert attól tartunk, hogy valami rossz fog történni. Más szóval aggódunk. Az aggodalom az nem más, mint folyamatosan kellemetlen dolgokon és problémákon gondolkodni. Tehát amikor aggódunk, olyan dolgokon gondolkodunk, amelyek esetleg megtörténhetnek, és általában ezek ugye nem jó dolgok, azaz általában rossz dolgokon gondolkodunk. Ha ezt tovább visszük, láthatjuk azt, hogy végeredményben az aggodalom, az a sok gondolkodásból, a sok gondolkodásból ered, a gondolkodás pedig nem más, mint az elmes segítségével megfontolni valamit, összefüggő ötleteket alkotni a problémák megoldására. Más szóval a gondolkodás gyökere az a probléma megoldás. Alapjaiban azért gondolkodunk, mert problémákat akarunk megoldani. Az ősmajom is, ha volt ilyen, valahol úgy indult el az. Emberi vállás útján, hogy elkezded gondolkodni. Miért is kezdett el gondolkodni? Mert problémákat akart megoldani. Az az ember, aki nem akar megoldani problémákat, vagy semmilyen problémát, ugye nem sokat gondolkodik. Tehát valójában, amikor valaki stresszes vagy szorong, akkor azon gondolkodik, hogy hogyan oldjon meg problémákat. A probléma egy olyan dolog, amit ugye nehéz kezelni vagy megérteni, ami egyben azt is jelenti, hogy ha valamit jobban megértünk, az kevésbé lesz probléma. Ergo, kevésbé okoz stresszt, vagy szorongást, vagy feszültséget. A végkövetkeztetés számomra az, hogy a stressz, az idegesség és a szorongás, vagy a pánik megoldása, az egyszerűen a probléma megértésében rejlik. Ha valami miatt félünk, szorongunk, aggódunk, vagy stresszesek vagyunk, akkor azt úgy tudjuk a leggyorsabban felszámolni, hogy megpróbáljuk minél gyorsabban, minél jobban és részletesebben megérteni. Ha valamit értünk, onnantól kezdve már ugye nem stresszelünk, nem szorongunk és nem pánikolunk vele kapcsolatban, mert tudjuk, hogy ha rossz lesz, akkor rossz lesz, ha jó lesz, akkor jó lesz. Tehát tudjuk, hogy mi lesz a következménye, a végeredménye, mi lesz az okozata annak a valaminek. Tehát minél több tényt szerzünk valamivel kapcsolatban, annál inkább csökkenthetjük a stresszt, a szorongást és az aggodalmat az adott dologgal kapcsolatban. Mondok még egy példát arra, hogy ezt az egészet tisztán átlássuk. Ha valaki felhív az éjszaka közepén, és azt mondja neked, hogy figyelj, holnap beszélnünk kell, mert van egy rossz hírem, de most nem adhatok róla többet, és leteszi a telefont. Akkor mi fog történni? Egész ilyen stresszes, szorongó, ideges, feszült, pánikos leszel, mert valaki adott egy problémát, amiről nem tudsz semmit, tehát nem tudod megoldani mert nem ismered a tényeket, nem tudod, hogy miről van szó. Ez zajlik le minden stressz, szorongás, idegesség és pánikkal kapcsolatos állapot előtt különböző formákban. A stressz, a szorongás, a pánik, a félelmek, az aggodalmak, az idegesség, a feszültség elsősorban a mellékveség aktivitását fokozzák, így végeredményben a két fő mellékvese hormon, a kortizol és az adrenalin termelődése fokozódik. Ezek az állapotok természetesen az idegrendszer egészére is hatnak. Így most nézzük meg, mely mikro- és makrotápanyagok iránt nő meg az igény a szervezetünkben, és milyen más egyéb kiegészítő ételekkel, táplálékokkal, módszerekkel javíthatunk a, az állapoton, amikor hosszú távon fokozottan aktívak a mellékvesség és az idegrendszerünk. Először is a B1 vitamin iránt nő az igény. A vágószideg kiegyensúlyozott működéséhez nagy szükség van a B1-re. A vágószideg a nyugalomért és az emésztésért felelős paraszimpatikus idegrendszer legfőbb idege. Ha meg akarunk nyugodni, B1 nélkül ö, nehezen fog menni. Jó B1 források a sörélesztőpehely, a mangalica hús, a lazac és a napraforgóma. mag. Stressz alatt fokozattal használja a szervezet az ásványi anyagokat is, a magnéziumot, a kálciumot és a káliumot, míg a nátriumot jobban visszatartja. Káliumot és magnéziumot zöldlebeles zöldségekkel tudunk elsősorban pótolni, de bevihetjük őket ásványi anyagtartalmú italporral is. A kálcium hiány ide kapcsolódó jele az, amikor este fáradtnak érezik magunkat, de mégsem tudunk elaludni. A magnézium és a kálcium hiányát a lábgörcsök is jelzik. A folyamatosan túlzottan magas adrenalin szint jelentős mennyiségű C-vitamint használ el. A mellékvesék működéséhez jelentős mennyiségű C-vitaminra van szükség, tehát magas C-vitamin tartalmú ételek fogyasztásában is gondolkodhatunk. Ilyenek például a savanyú káposzta, a paprika, a zöldleveles zöldségek, kapszula formában pedig az acerola vagy a kamu, -kamu bogyó. Az adrenalinra, mint a kortizol mellett a második legfontosabb mellékvese vegyületre, azért kell odafigyelni, mert az adrenalin segít abban, hogy megfelelően reagáljunk a stresszre, és hogy képesek legyünk gyorsan regenerálódni a stresszes, ideges, feszült állapotból. Tehát erre kell elsősorban a c vitamin az adaptogén gyógynövényekkel, mint az asvaganda vagy a rózsagyökér erősíthetjük a testünkben a stresszhez való alkalmazkodási képességet. Az asvaganda nagyon jó az alvás minőségének javításához is. Itt ajánlom a figyelmetbe a, az asvaraxot, ami asvagandát és rózsagyökér kivonatot is tartalmaz, további mellékvese és idegrendszer támogató gyógynövényekkel, vitaminokkal együtt. A friss tiszta méhpempővel B vitaminokat tudunk pótolni, főként B5-öt. A B5 vitamin, másik nevén ugye a pantoténsav, egyensúlyban tartja a kortizolt, a hormont. Onnan tudhatjuk, hogy nincs egyensúlyban a kortizolunk, hogyha például fekvő állapotból hirtelen lábra állunk, vagy ha felfutunk a lépcsőn, rövid ideig szédülünk. Ez azért van, mert a szervezetünk nem tudott a kortizol segítségével megfelelően időben alkalmazkodni az új fizikai állapothoz. A hosszabb séták a természetben, a komoly nyugtató hatással vannak, érdemes mezitláb sétálni, mert így földeljük is magunkat közben, ami még gyorsabban kivezeti a feszültséget a testünkből semmiképpen se csökkentsük a fehérje bevitelünket hosszantartó stressz, szorongás és idegességgel járó időszakok alatt, mivel ilyenkor fokozódik az igény az aminosavak iránt. Jó minőségű fehérjét, aminosavakat vörös húsokkal, például marha tudunk bevinni. A húksokról készítettem korábban több videót, javaslom azokat megtekinteni. A rendszeres testmozgás, a stresszhormonok rendszeres kiizadását okozza. Olyan mozgásformákat keressünk, amelyek nem járnak teljesítmény kényszerrel, vagy fokozott erő kifejtése, tehát nem biztos, hogy a konditerem és a súlyzózás a legjobb választás stressz A futás, a kocogás, a kerékpározás vagy az úszás jobb stresszformon kivezetők. Mérsékelhetjük a spekulációs információknak való kitettségünket, tehát az olyan információknak, ami nem biztos, hogy tehát ami nem beszél megoldásokról, közös bizonytalan, és csak ugye problémákat vet fel. Tehát felejtsük el a médiát, a tévét, a sortokat és a hírek főcímeit. Persze lehetnek olyan emberek is körülöttünk, akik ugye folyamatosan csak problémákat vetnek fel, de a megoldásokról nem beszélnek. És végezetül, de nem utolsó sorban, a légzőgyakorlatok, a tudatos, mély, lassú levegővételekkel komoly hatással lehetünk az egész mellékvese idegrendszer működésére, aktiválhatjuk a paraszimpatikus idegrendszerünket, megnyugodhatunk. Nem kell hosszú procedúrákra gondolni, inkább a, a rendszeresség a lényeg naponta három alkalommal, öt percig üljünk le például egy nyugodt helyre, ahol senki sem zavar minket, és lassítsuk le a légzésünket, vegyünk mély levegőt az orron keresztül, tartsuk bent picit, keveset rövid ideig, vagy lassan fújjuk ki. Már ennyi is bőven elegendő lehet akár komolyabb stresszes állapotok rövid távú mérsékléséhez, illetve megszüntetéséhez. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.